címvédő futsalosaink erőltetett meneten vannak túl. A Bajnokok Ligája miatt elhalasztott mérkőzéseket is be kellett pótolniuk az elmúlt időszakban, valamint a Magyar Kupa küzdelmei is megkezdődtek. 11 nap alatt 5-ször mérkőztek, mindegyik párharcot megnyerték, köztük két rangadót is, a Veszprém, majd a Berettyóújfalu ellen. Most pedig következik a Bakonyiak elleni visszavágó, csütörtök este a veszprémi Katlanban vár ránk az alapszakasz utolsó idegenbeli összecsapása. Nehezebb mérkőzésre számítok, mint az odavágó. Az a mérkőzés egy kicsit furcsa volt, mert az volt mindkét csapat számára az év első kemény párharca. Természetesen most biztosan szeretne revansot venni a Veszprém, mi pedig a 3 pontot akarjuk. Nagy csatára van kilátás, bízom benne, hogy javítani tudunk a teljesítményünkön. 3 napunk volt edzeni, és várhatóan jobb játékot tudunk mutatni holnap. A magyar nyelvet már kitűnően elsajátító brazil légiósunk Luigi Longo is nagy hőfokú derbire számít, ahol remek játékkal elért győzelemmel szeretné elhagyni a pályát. Nagyon jó és nagyon nehéz lesz ez mérkőzés Veszprém ellen. Szerintem nagyon jó csapat. Van 2-3 rutinus játékos, meg a sok jó fiatal játékossal, illetve felkészültünk. Szerintem a mérkőzés kulcs lesz tartunk a labdát, kontrollálni a meccs, jó védekezünk és jó befejezünk. Nagyon jó lesz ez a mérkőzés. Szerintem kell mutatni, hogy erős csapat vagyunk, hogy együtt vagyunk és jó leszünk a felsőházban. Az első futsalklub Veszprém elleni találkozóra január 25-én csütörtökön 19 óra 45 perckor kerül sor a március 15-i úti sportcsarnokban. A találkozót élőben közvetíti az M4 Sport. Hajrá, Hali!